Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit! A mai napon sütni fogunk, méghozzá egy padlizsános cukkinis rakott állat. Meg is mutatnám akkor a hozzávalókat. Nézzük a hozzávalókat. Szükségünk lesz két padlizsánra, két cukkinire, fél kiló darált húsra. Ez helyettesíthető szójagranulátummal, vagy abszolút ki is hagyhatjuk ezeket belőle. Sajtra, egy fej vöröshagymára és sóborsa, és ebbe a jénaitába fogom elkészíteni. Nagy sértségembe kimaradt, hogy fogok használni aprított paradicsomot is. Ebből egyet gondolok, de hogyha nem lesz elég, akkor szerintem másfél lesz belőle, másfél konzerv. Tehát már el is kezdtem főzni a darált húst, a vöröshagymát felaprítottam, azt olajon megpirítottam, most hozzáadtam a sertés darált húst. Megsózom, megborsozom, és utána jön az aprított paradicsom rá. Nos, elkészült, ráraktam a reszelt sajtot is, rárakom most a tetejét, és bemegy a sütőbe egy 35-40 perc a 180 fokon. Készen is volnánk, 35 percet töltött a sütőben. Tálalás után jó étvágyat kívánok hozzá! Remélem tetszett nektek a videó, és hogyha ti is készítettetek már el ilyet, vagy ehhez hasonlót, akkor írjátok meg kommentben, hogy tudjuk még milyen variációi léteznek. Jövő héten újra találkozunk, sziasztok! Az online program a VECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.